Ebben a videóban a Pager 7 eszközünket szeretném bemutatni. A Pager 7 eszköz bemutatását a tulajdonságok átnézésével kezdeném. Az első tulajdonság, amit meg kell említsünk, hogy 3G hálózatkezelésre képes az eszköz. Emellett rendelkezik egy szabadon konfigurálható eseményművelet összerendelés funkcióval. Ez azt jelenti, hogy bármilyen művelet, amit az eszköz végre tud hajtani, az összerendelhető, vagyis hozzárendelhető bármilyen eseményhez, amit az eszköz érzékel, illetve ami az eszközön belül keletkezik. Ez azért nagyon hasznos, mert így egy tetszőlegesen konfigurálható eszközünk van, amit szabadon tudunk használni. Milyen műveletekre is képes a Pager 7? Képes SMS -e és e-mail küldésére, valamint mobil alkalmazásra is rendelkezik, ezért push üzenetek fogadására is alkalmas. Ezen túl a PGR7 képes távfejleti szerverek kezelésére, ezen belül is Telmon és SIA támogatással rendelkezik. IP-kamerák kezelését is meg kell említsük, ez egy újítása a terméknek. A PGR7 képes IP-kamerák képét továbbítani az alkalmazások felé, és azokat összerendelni a zóna eseményeivel. A Pager 7 hőmérséklet szenzorok kezelésére is alkalmas, ezért vezérlési funkciókat is el tud látni, amik hőmérséklet alapulak. Nézzük meg, milyen be- és kimeneteink vannak. A PGR 7 kétféle változatban vásárolható meg, az egyik négy konfigurálható NONC bemenettel, tehát alapértelmezetten nyitott, illetve alapértelmezetten zárt, ezen két opció közt lehet konfigurálni a bemenetet, tehát négy bemenettel, illetve két kimenettel rendelkezik. A másik verziójában pedig hat konfigurátó bemenet és egy kimenet található. Tehát attól függően, hogy nekünk több bemenetre van szükségünk, de kevesebb eszközt szeretnénk vezélni, akkor választhatjuk a második opciót, ellenkező esetben pedig az első opciót. Egységes megjelenés. A Pager 7 mind asztali, mind tablet, mint mobil telefonon egységesen jelenik meg, és a rendszernek egy nagyon innovatív funkciója egy szabadon konfigurálható aktív munkaasztal. Ezt láthatjuk ugye itt mind a, mind a desktop, mind tablet és mind mobil alkalmazáson. Látható, hogy zónákat tudunk kitenni erre az asztalra, illetve kimenetek Állapotát is tudjuk ezen keresztül figyelni, sőt a partíciókat is valamint itt látható, hogy egy kapcsoló is található itt. Ez azt jelenti, hogy, hogy ez, a, ez az asztal ez nem csak, hogy szabadon konfigurálható, de aktív is. Tehát, hogyha egy kimenet, vagy a partíció ugye beállítható, illetve vezérelhető, akkor ezt az asztalon keresztül ennek a gombnak a megnyomásával megtehetjük. De ezen túl IP kamerák képét is ki tudjuk helyezni az asztalra, illetve a telepítési helyét az eszköznek. Valamint az összes menü, ami a rendszerből elérhető, azoknak a gyors elérését biztosító csempék is találhatók, az asztalon. Nézzünk egy pár alkalmazási példát a Pager 7 hogy megértsük, milyen szabadon is felhasználható, és milyen sokszínű ez a termék. Az első alkalmazási példában önálló min mini és időzített világítás kapcsolót valósítunk meg a Pager 7 segítségével. Jól látható, hogy az ábra bal oldalán három zóna található valamint látható itt egy kulcsos kapcsoló. Tehát ez egy négy bemenetes eszköz, aminek három bemenetére zónaérzékelőt kötünk, a negyedik bemenetét pedig kulcsos kapcsolóként a rendszer élesítésére és hatástanítására alkalmazzuk. A jobb oldalon láthatók a rendszer kimenetei. Az egyik kimenetre például köthetünk szirénát, és így meg tudjuk azt valósítani, hogy a zóna érzékelés esetén bekapcsoljuk a szirénát. A másik kimenetre például világítást tudunk rákötni. Mivel a Pager rendelkezik egy időzített vezérlés funkcióval, aminek segítségével adott időpontokban, vagy akár ismétlődően tudunk kimenetet vezérelni, ezért az időzített világítás kapcsoló is megoldható ezzel a termékkel. A következő alkalmazási példánk egy épületgépészeti felhasználás, például vízszivárgás és hőmérséklet figyelés. Az ábra tetején látható, hogy a hőszivattyú és a melegvizes puffer közötti cső hőmérsékletét egy hőmérséklet szenzorral figyeljük, valamint az ábra alján látható, hogy egy másik bemenetre egy, egy vízérzékelőt kötünk, ami kontaktus kimenettel rendelkezik, ezen két bemenet felhasználásával lehetőségünk van arra, hogy akár a hőmérséklet egyes értékeinek elérésekor, vagy akár vízszivárgás esetén mobiltelefonra pushban értesítést küldjünk. A következő alkalmazási példánk egy mezőgazdasági felhasználás, például egy öntözőrendszer ki- és bekapcsolására is alkalmazhatjuk a Pager hetet. Ahogy az ábrán látható, itt szintén egy hőmérséklet szenzort használunk bemenetként, és a hőmérséklet szenzor határértékeit beállítva a hőmérséklet függő vezérlését meg tudjuk valósítani az öntöző rendszernek. Ezen kívül, mivel a Pager 7, ahogy már mondtuk előzőleg is időzített vezérlése is képes, ezen kívül adott időszakokban be tudjuk kapcsolni az öntöző rendszert a hőmérséklet vezérléstől, hőmérséklet függő vezérléstől függetlenül is. Végül szeretnék egy mini riasztó központ videóellenőrzéssel funkciót bemutatni a Pager 7 segítségével. A Pager 7 ebben az esetben négy zónával rendelkezik, és bármelyik zónán érzékelés történik, akkor az interneten keresztül a TEL ingyenes cloud szolgáltatását igénybe véve akár mobil alkalmazásra, akár asztali alkalmazásba értesítést tud küldeni. Valamint látható, hogy IP kamera is kapcsolódhat a rendszerhez, és amikor megtörténik a riasztás, akkor az interneten keresztül a mobil alkalmazásba vagy az asztali alkalmazásba is képes a videokamera elérhetőségét is továbbítani, így az esemény és a kép együtt tudott megjelenni, vagyis tudjuk videó ellenőrizni a riasztás tényét. Ebben az esetben a Pager 7 egyébként mobil alkalmazáson keresztül érsíthető és hatástalanítható. Ennyit szerettem volna elmondani a Pager hétről. ről reméljük, hogy érdekesnek találják a terméket. Hogyha bármilyen további információra van szükségük, akkor akár e-mailen is fordulhatnak hozzánk, de akár a Facebook oldalon is felvetik velünk a kapcsolatot. De a legegyszerűbb talán megjegyezni a TEL nevet, és a tel.hu weboldalon keresztül minden további információ elérhető.